Utak újultak meg. Két fejlesztésről is beszámoltak Ormándlakon. Ményakrák megelőzés hete. Gyöngyfűzéssel csatlakoztak a kampányhoz. Vincenapi vesszőszentelés. Felelevenítették a népszokásokat. Ez az a Lágerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Gyuk Alexandra vagyok. 2022. január 21-e, péntek van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. Két út javítását végezték el Ormándlakon. A beruházásokhoz szükséges összeget, mintegy 13 millió forintot a Magyar Falu program biztosította. A részletekről a helyszínen tájékoztatták az újságírókat. Az állam a temetőben a belső közlekedést biztosító útburkolat, s ezzel együtt a szegélyek cseréjére közel 3 millió forintot ítélt meg, mondta Horváth Norbert polgármester. Mint hangsúlyozta, ez, ahogyan a közelmúlt másik nagy kivitelezése is, a helybeliek részéről régi igényként fogalmazódott meg. A hegyi útról azt kell tudni, hogy már több mint 30 éves útburkolat volt, ami átmenő forgalmat is bonyolított le, így ezáltal most arra eléggé tönkrement. A Magyar Falu programból közel 10 millió forintból tudtunk megújítani majdnem 400 méter burkolatot és a hozzátartozó patkát, így ezáltal a beépült, illetve lakott rész közlekedése biztonságosabbá vált, és kulturáltan lehet rajt gyalogosan is és autóval is közlekedni. Ormándlak él a kínálkozó lehetőségekkel, emelte ki Víg László országgyűlési képviselő. Hozzátette, itt a pályázatok kidolgozásakor az arányos fejlesztés elvét tartják szem előtt. A polgármester és a képviselőtestület mindent megtesz azért, hogy a települést úgy fejleszék, hogy az itt élők megelégedésére szolgáljon. Ez azt jelenti, hogy tiszta, rendezett, illetve hát egy olyan unikum is van itt, hogy a hegyvidékre kezdenek kiköltözni az emberek. A polgármester pedig úgy döntött, hogy szilárd burkolat úttal látja el oda való közlekedést. Ez azt jelenti, hogy odafigyelnek minden polgára, minden lakóra. Egy olyan élettér kell kialakulni, ahol jó élni, lakni és dolgozni. Ilyen település Ormándlak. Az önkormányzatnál egyebek mellett még járdák és további útszakaszok rendbetételét tervezik. Ezért többféle központi kiírásra is pályáznak majd. Végéhez közeledik az Európai Ményakrák megelőzési hét. A Májva Virág Alapítvány kampányához Zalaegerszegen gyöngyfűzéssel csatlakoztak. Az Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítvány közreműködésével zajló programot, melynek fővédnöke Balait Zoltánné a Keresztúri Dezső Városi Művelődési Központban tartották. Életem gyöngye. Ezzel a címmel indította útjára kezdeményezését idén a Májva Virág Alapítvány. Országszerte 9 rendelő és 3 kórház csatlakozott az Európai Ményakrák megelőzési héthez. Ezekben az intézményekben folyamatosan tájékoztatnak a HPV-ről és a szűrővizsgálat fontosságáról. Ehhez a kampányhoz évek óta Zalaegerszeg is társul. A megyeszékhelyen gyöngykarkötőket fűztek, melyel szeretnék felhívni a figyelmet a ményakrák szűrés jelentőségére. Salamon Andrea rendszeres résztvevője az eseménynek. Most már évek óta részt veszek az rendezvényen, mint magánember is, és mint az onkológiai osztálynak a vezető ápolója is. Fontosnak tartjuk mindenféleképpen a figyelemfelhívást a szűrővizsgálatok fontosságára, hogy menjenek el a lányok, nők, asszonyok szűrővizsgálatra, és ez a probléma megelőzhető, kivéthető, nem kell betegnek lenni, és fontos, hogy a fiatal lányokat is neveljük erre a szűrés fontosságára, hogy ne féljenek, most már nem csak nőgyógyászaton szűrnek, hanem a védőnők is szűrnek. Európában minden 18. percben ebben a betegségben veszíti életét egy nő. Ám ez rendszeres szűrővizsgálatokkal, valamint a HPV elleni oltás felvételével megelőzhető lenne. A Májva Virág Alapítvány egész évben dolgozik azért, és edukációs kampányokat folytat, hogy minél többen halljanak erről, hogy ez a betegség megelőzhető, és most például kidolgoztak egy betegút kiadványt és online elérhető rendszert, ami segíti azt, hogy tényleg ez a betegút a lehető legrövidebb legyen, és rengeteg-rengeteg információ van fent a weboldalukon, és segítséget lehet kérni például zárt csoportban, úgyhogy tényleg fogják a kezüket ezeknek az érintetteknek.
A gyöngy a HPV vírus elleni védelem szimbóluma. A Zalaegerszegen készített karkötőket a Zala megyei Szent Rafael kórház onkológiai osztályán kezelt betegeknek juttatták el. Ezzel is kifejezve, hogy nincsenek egyedül, és van segítség. Vince napi vesszőszentelést tartottak a Csácsi hegyen. A hagyományos programon közel 40-en vettek részt. A népszokások felelevenítését követően a vesztő mellett az újbort is megáldották. Te nem amúgy teszel belám, mint a múltkor. Sárba meghömbölgettél, mások előtt kinevettettél. Mert tudod, milyen a magyar regula? Irány az Áristomba. Kedves egészségtek! Az újbor megáldását jellemzően december 27-én tartják, ami Szent János nevéhez fűződik. Fúrján Gellért atya szerint azonban még most sem késő ezt megtenni. Vince napjához kötődően szintén áldást mondott a plébános, azért, hogy a csácsi szőlősgazdáknak idén is jó termésük legyen. Nagyon sok áldás van, nem csak a munkájukon az embereknek, akik itt a szőlőket művelik, hanem azon is, hogy milyen lesz a termés. Tudjuk jól, hogy a természetünk, a környezetünk az, amit nem tudunk befolyásolni, az időjárást, és ebben a Jóisten segítsége van. Őhozzá pedig mi bátran fordulunk. Itt Csácsban most már hála Isten, hogy második alkalommal is megtudtuk ezt a Vince napi szőlővesző megáldását szervezni. Igen, jönnek ilyenkor egyelőre a nyugdíjasok, de remélem, hogy azért a fiatalabb korosztály is megérti, hogy szükségünk van még a Jóistenre ahhoz, hogy az életünk az olyan nyugodt, szép és kellemes legyen. Szent Vince napja az első szőlészethez és borászathoz kapcsolódó jeles nap az évben. Ekkor a szőlőből vesszőt metszenek és egy meleg szobában vízbe állítják. Ha kihajt, a rajta található rügyek alapján megjósolható az őszi termés mennyisége. Többek között ezt a hagyományt is felelevenítették. Király Imre emellett más népszokásokról is beszámolt a megjelenteknek. Ilyen szép nap lesz, akkor ugye megcsordul a terasz, tehát megcsordul Vince, akkor tálik a pince, az a négy néphagyomány szerint. Na most a gazdák ilyenkor szoktak a szőlőlugos végére kolbászt, szalonnát, egyéb ilyen dolgokat kikötni, és azzal is ösztönözték a tőkéket, hogy minél nagyobb fürtőket teremjenek. Úgyhogy ezt próbáljuk most tovább vinni és továbbadni. A Vince napi hagyományokat idéző program után rövid túrára indultak a szépkorúak. Ha a járványhelyzet engedi, legközelebb a farsangi ünnepkör hagyományai kapcsán találkoznak majd. Szimpóziummal ünnepelte a Magyar Kultúra napját a Göcsei Múzeum. A Pillanatképek című rendezvényen a történészek, régészek, néprajzosok, muzeológusok és múzeumpedagógusok 8 rövid előadásban mutatták be a közgyűjtemény szerteágazó, izgalmas, olykor váratlan és érdekes eredményeket hozó szakmai munkáját. Az épület felújítása miatt a Göcsei Múzeumban több mint 3 éven át nem rendezhettek közösségi programokat. Bár az állandó és időszaki kiállítások még nem látogathatók, a jeles nap alkalmából ismét megnyitották a kapukat a látogatók előtt. Nagyon örülök annak, hogy végre valahára eljött az a pillanat, amikor a múzeum első rendezvényét megtarthatjuk. Maga a rendezvény típusa azonban nem új, hiszen az elmúlt években tavaly előtt hasonló jellegű rendezvényt tartottunk. A minikonferencián Kostyán László művészettörténész, a zalai születésű Pap Albert festőművész 12 alkotását mutatta be. Ezeket a művész özvegye tavaly adományozta a Göcsei Múzeumnak. A régészeti osztály az elmúlt évben közel 10 hónapot töltött terepi munkával. Schimmer Lívia a temetkezési szokásokról, különleges sírokról szerzett új érdekes információkat osztotta meg a közönséggel. Ez egészen a középső részkortól, tehát egy 6000 évvel ezelőtti időszaktól kezdve, a bronzkor, a koravaskoron át egészen a római korig ölel fel temetkezéseket. Előadásom végén pedig tényleg csak egy pillanatkép erejéig felvillantom még azt az egyetlen egy tervásatásunkat, amit a nyáron indítottunk el az örményesi Pálos Kolostorban, ahol a templom kutatása során szintén kerültek elő sírok. A fórumon többek között felidézték a magyar légiközlekedés első fegyveres gépeltérítésének történetét. Beszámoltak továbbá a határon átnyúló osztrák-magyar programról, amely a régi mesterségek tovább örökítését segíti. A látogatók bepillanthattak a restaurátor műhely munkájába, a múzeum pedagógusok pedig meglepetés programmal készültek.
Poézis 22 címmel megkérdette irodalmi pályázatát az Életet az Éveknek Országos Szövetség megyei szervezete. A lírai vagy prózai alkotásokat háromtagú szakmai zsűri értékeli. Az ország egész területéről várják a jelentkezőket, egy alkotó több pályamunkával is jelentkezhet. A versek terjedelme maximum 3, míg a prózáé 5 oldal lehet. Az elmúlt évben a koronavírus járvány terjedése miatt rendezték meg a nyugdíjasok szellemi vetélkedőjét. A pandémia időszakában ugyanis szerettek volna programot nyújtani az időseknek. Úgy gondoltuk, hogy ezzel talán túljutunk a járványon, de azt kellett tapasztaljuk, hogy az idei év ugyanúgy kezdődött, ismét felévelőben a járvány, és ezért újból arra kell gondolnunk, hogy távol munkával kössük le nyugdíjasainkat. Ezért gondoltuk, hogy az egyébként amúgy is sikeres pályázatot ismételten meghirdetjük, hogy ez is 22 címmel, két témában, még a városi és falusi mindennapok, az egyik, a másik a hűség. Tavaly verset is mondhattak az idősek, a felhívásra színvonalas produkciókkal jelentkeztek. Napfényben nem látok tisztán, elvakít a fény. Járkálok önfelettem, önmagam elfeletten. Nekem a hold a barátom, érkezését vágyakozva várom. Behűnt szemmel csak magamat látom. A fényetet magamból másoknak ajánlom. Az éjszaka az enyém. Sötétben bujócskát játszom magammal. Keresem magam, hogy mire nap felkel, és mások keresnek, a holdfényétől megtisztulva sose késsek el. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a versmondás rögzítése, beküldése és elbírálása gondot okoz, ezért ez idén kimarad. A verseket és a prózai műveket azonban az ország egész területéről továbbra is várják. A határidőkben a hagyományt követik. A verseny kiírást a Magyar Kultúra napján jelentették meg. A pályamunkák beküldési ideje március 15-e, eredményt pedig április 11-én a Magyar Költészet napján hirdetnek. A Városgazdálkodási Kft. Felhívja a gépjármű tulajdonosok figyelmét, hogy a lakossági kedvezményes bérletek érvényességi ideje január 31-én lejár. Kérik, hogy azok, akik még nem tették meg, hosszabbítsák meg a bérleteiket. Az ETFC szerződést hosszabbított Gyurján Mártonnal, a Hálaőr további 2 évre kötelezte el magát a kékfehérek mellett. A csapat jövő héten a Paksi FC otthonában kezdi meg a tavaszi szereplést az OTP Bank ligában. Idén újra megrendezik a Jégpályák Éjszakája elnevezésű programot, melyhez az ország közel 50 jégpályája csatlakozott, köztük a zalaegerszegi is. A megyeszékhelyen a Jégarénában január 22-én szombaton 17-től 24 óráig várják a látogatókat. Családi délelőttöt rendeznek a Városi Hangverseny és Kiállító Teremben január 22-én a Magyar Kultúra napján. A rendezvény 9 óra 30 perckor kezdődik. A kínálatban kézműves foglalkozások szerepelnek, emellett 10 órától megtekinthető a Hahota Gyermekszínház Brémai Muzsikusok című műsora is. Kézműves játszóházat rendez január 22-én szombaton az Apáczai Csere János tagkönyvtár. A Napraforgó műhely című programra 10 órától várják az érdeklődőket. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Utak újultak meg. Két fejlesztésről is beszámoltak Ormándlakon. Ményakrák megelőzés hete. Gyöngyfűzéssel csatlakoztak a kampányhoz. Vincenapi vesszőszentelés. Felelevenítették a népszokásokat. Ez volt az Zalaegerszegi Televízió híradója 2022. január 21-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak honlapunkon, a www.zektv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradónkat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!